Üdvözlök mindenkit! Sér Manita vagyok, és ez itt a nyelvészet mindenkinek. A mai videóban az egyik legnehezebben megérthető stíluseszköznek, az iróniának eredünk a nyomába. Az előadás mottójául egy poldoman idézetet választottam, amely ironikusan érzékelteti az irónia körüli bizonytalanságot. Az iróniát sosem fogjuk megérteni, tehát itt most be is fejezhetjük, és nyugodtan hazamehetünk. Na nem fogjuk itt befejezni, hanem inkább megpróbáljuk megfejteni a trópusok trópusát. Az irónia egyik fő jellemzője, hogy egyfajta elmozdulás van benne a szó szerintiség és az átvitt értelem között. Például, ha a szülők a gyermekük asztalán lévő káoszra úgy reagálnak, hogy mondhatom, itt aztán gyönyörű rend van, akkor a kimondott szavakkal épp azok ellentétét akarják nyilvánvalóvá tenni. Az irónia tehát olyan indirekt beszéd, ahol a helyettesítés alapja az ellentét. Lássunk egy falfirkát is az iróniára. Dolgok, amiket utálok. Vandalizmus, irónia és listák. Hát a felsorolás egyik eleme sem teljesül itt, úgyhogy tökéletes az irónia. Ez a példa kiválóan mutatja, hogy irónia esetén a szöveg szó szerinti jelentését annak valamely körülménye éppen az ellentétére fordítja. Ha még közelebb szeretnénk jutni az irónia megértéséhez, érdemes a szó etimológiáját is megvizsgálnunk. Halljunk egy naív próbálkozást. Bodrik, van halvány fogalmad, mi az az irónia? Van. Az egy olyan ország, mint Dánia, csak ott irónak élnek. A fekete viper a Bodrikjának humoros népetimologizálása után lássuk akkor a szó valódi történetét. Az irónia szó görög eredetű, jelentése tettetés, színlelés, elsősorban a tudatlanság tettetése és színlelése. Az irónia a Krisztus előtti 5. században szorosan összekapcsolódott a komédiával. Ekkoriban ugyanis a komédiáknak két állandó figurája volt, az Eirón, innen ered az irónia, és az Alazón. Az Eirón volt a kisebb, hátrányosabb helyzetű, ugyanakkor ravasz és éles szereplő, aki tudatlanságot színlelve győzedelmeskedett a kérkedő, nagyképű és ostoba alazón felett. Az irónia fogalma azonban az idők során sokat változott, és a különböző tudományterületek és elméletek is eltérően közelítették meg a jelenséget. Nagyon leegyszerűsítve, alapvetően kétféle hozzáállás különböztethető meg: az inkább negatív, illetve az inkább pozitív attitűd. Az inkább negatív előjelű sztereotípiák szerint az irónia művelt hazugság, a szellemes emberek korombáskodása, illetve rejtett gúny burkolt kritika. Ezekben a meghatározásokban az irónia kritikus éle jelenik meg. Más mondanak a jelenségről a pozitív stereotípiák, mint például az, hogy az irónia határtalan szellemi aktivitás, vagy ahogy az előadás mottójaként már idézett Poldeman fogalmaz, az irónia logikus szépség, míg Raymond Gibbs szerint az irónia az evolúciós öntudat csúcsa. Ezek után a sztereotípiák után lássuk a nyelvészet, hogyan közelít az iróniához. A híres nyelvfilozófus Paul Grice az iróniát nem retorikai alakzatnak tekinti, hanem a sugalt jelentés, az implikatúra egyfajtájának. A társalgás logikája című művében az iróniára a képernyőn is olvasható példát hozza. A. Akivel B. eddig közeli kapcsolatban volt, B. egy titkát elárult a üzleti versenytársának. B és a hallgatósága egyaránt tudja ezt. B azt mondja, A igazi barát. Itt a Gráiszi maximák közül a minőség első maximája a nem mondj olyat, amiről úgy hiszed, hogy hamis sérül, hiszen a beszélő szándékosan valótlant állít, ugyanis épp azt közvetíti a megnyilatkozásával, hogy a szóban forgó illető minden csak nem igaz barát. Az irónia felismerésében Gráis szerint az ismerősség és az intonáció segít. Az irónia lényegében egy színlelés, amelyet a hallgatónak anélkül kell felismernie, hogy explicit módon felfedni előtte a beszélő a szándékát. Az explicitség épp a lényegétől fosztaná meg az iróniát. Ahogy Lack János a Nem menstruáció az iróniáról című írásában ezt nagyon találóan megfogalmazta, az irónia lényegéhez tartozik, hogy nem küldeti be névjegyét előre a lakájjal, Előre lelőni az irónia poént olyan lenne, fogalmaz Lackfi, mint foci meccs közben bejelenteni, most jobbra fogok cselezni, most meg a rövid sarokra tekerem, tessék vigyázni, hogy a kapus is jobban lássa. Nem véletlen, hogy annyi kártyajátékot játszunk egymás előrejtett rejtett lapokkal. Ez adja a dolog izgalmát. Az iróniájét pedig az, hogy nem leplezi le magát. A Grásznál megjelent ismerőség fogalmát Lackvi a következőképpen világítja meg, idézem. Ezek instant irónia patronok, gyorsan oldódnak, és olyan is van köztük, amelyet mindig csak is irónikusan használunk. Például az oda ne rohannyak kötött szerkezet eszünk ágában sincs előkapni, ha valóban rohanni akarunk. Grásztól eltérően másokat tulajdonít az irónia használatának az udvariassági elmélet atya, Litch. Az ő elméletének a legyél udvarias alapelva sarokköve, amely alapelv az udvariatlan gondolatok kifejezésének minimalizálását és az udvarias gondolatok kifejezésének maximalizálását írja elő. Litch szerint az irónia a nyílt sértések finomabbra hangolására való. Az irónia Litch értelmezésében a nyelvi önvédelem egyik formája, a támadás olyan eszköze, amely az ártatlanság látszatába burkolózik. Például, ha valakinek a szellemi képességeit szeretnénk elmarasztalni, akkor a hát te sem vagy egy Einstein megjegyzéssel, azaz iróniát használva, ezt udvariasabban tehetjük meg, mintha nyíltan azt mondanánk a másiknak, hogy buta. Az irónia tehát képes az udvariatlan gondolatokat valamiest mérsékelni. Az iróniát azonban nem könnyű felismerni van ugyan írás jele, egy fordított kérdőjel, amely Akkantár de Bram nevéhez kötődik, ám ezt a jelet kevesen ismerik, és még kevesebben használják. Az irónia jelen kívül konvencionális módon a felkiáltójel, az idézőjel, és a mondat végi három pont is képes jelölni a nem szó szerinti jelentést. Az írott beszélt nyelviség szövegeiben például a Twitteren, az Instagramon vagy a Facebookon, pedig emotikonokkal, emojikkal, valamint hashtaggel, azaz kettős keresztel, és HTML kódot utánzó jelzéssel is kifejezhetik a kommunikáló felek a közlendőjük valódi szándékát. Lássunk egy példát a Twitterről a jelölők működésére. Szóval, 19.500 forintnál nem lehet drágább egy koronavírus teszt. Na tök jó, már aggódtam, hogy drága lesz. A példában a szóval és a nadiskurzus jelölők, a három pontos zárás, valamint a bejegyzés alatti hashtagek, az irónia és az eszem megáll egyértelműen jelzik, hogy a megnyilatkozást ironikusan kell érteni. A beszédben pedig a hangsúly, a hanglejtés, a mimika és a gesztusok segítenek az irónia felismerésében. Azonban ezek dekódolásához mindig szükség van a kontextus ismeretére és bizonyos fokú pragmatikai kompetenciára is. Ezek mellett fontos a világtudás és a kontextus is. Háttértudás nélkül nem is lehetne megérteni például a szeretlek, mint József Attila Horger Antalt megnyilatkozást. Hiszen épp Horger Antal a Szegedi Egyetem fura ura volt az, aki eltanácsolta József Attilát a tanári pályáról. Egy 2018-as kutatás az irónia és az emoji kapcsolatára is fényderített. Weissmann és Tanner vizsgálatukban az emojikra adott neurális válaszokat vizsgálták, mégpedig úgy, hogy a kísérletben résztvevő kacshullámainak a mintázatait mérték. A kísérleti alanyoknak a süti, amit sütött, borzasztó volt mondatot kellett elolvasniuk, ám egyik esetben a mondat tartalmával megegyező, azaz szomorú emojit, másik esetben a tartalomtól eltérő, vagyis nevető emojit, míg a harmadik esetben kacsintó, azaz ironikus emojit illesztettek a mondat végére. A vizsgálat azt mutatta, hogy a kísérleti alanyok a kacsintós emoji hatására újraértelmezték a mondatot, s felismerték annak ironikus voltát. A beszédben emojik helyett különböző szupraszegmentális tényezők segítenek azonosítani az iróniát. Ilyen ismertető jegyek például az emelkedő eső, illetve a szökőintonáció, és a kifejezetten az iróniára jellemző hangsúly. E két jelenség gyakran együtt hat az irónia létrejöttekor, bár ez korán sem szükségszerű, a hangsúly és az intonáció is önmagában is idézhet elő iróniát. A beszédtempó gyorsulása szintén jellemző az ironikus megnyilatkozásra, amely a beszédszünetek hiányával együtt arra hívja fel a befogadó figyelmét, hogy a beszélő valamilyen a hallgató számára fokozott figyelmet igénylő megnyilatkozást tett. Az irónia pusztán a szupraszegmentumok, azaz a hangsúly, a hanglejtés és a tempó által, a világról vadó tudásunk segítségével 70%-os valószínűséggel ismerhető fel. A jellegzetes hangsúlyt és intonációt jól mutatja a Csengetek Miló című sorozat következő részlete, amelyben Mrs. Lipton Wellington bélszint süt kapitánynak, s mélyből agyba főbe dicséri az ételt, azt remélve, hogy egy falat neki is jut belőle. Ám téved. Mrs. Lipton ugyanis a maradékot kínálja föl neki, mire méből, egy ironikus megnyilatkozással válaszol. Hallgassuk csak! És ne felejtsd itt a bőnyeget! A füstölt bőre is megmaradt reggeliről. Ó, oh, és van még egy kevés hideg puding. Ó, oh, ez ám a Az iróniák sokan szóbeli jelenségnek gondolják csak, ám az képi szinten is megvalósulhat. Billiana Scott a vizuális iróniának két típusát különböztette meg, a szó alapú vizuális iróniát és a szó nélküli vizuális iróniát. Szó alapú vizuális irónia esetén a szöveg egy nagyobb képen szerepel, és a konfliktust az okozza, hogy teljesen mást mond a szöveg, mint amit a körülötte lévő kép mutat. Ezt a fajta iróniát szemlélteti a képernyőn látható BK2005 címet viselő plakát. A kép Peter Bruegel 1568-as festményét a parasztlakodalom egy részletét ábrázolja, a rákerült logó viszont a Burger King gyorsétteremlánc nevének torzítása, Bruegel King. Itt az iróniát az adja, hogy két nagyon különböző és lényegileg összeférhetetlen dolog került egymás mellé. Az irónia másik típusa, a szó nélküli vizuális irónia, szavak nélkül, pusztán képek segítségével valósul meg, ahogy azt a sült krumpli csomagolásába tett brokkoli is mutatja, hiszen a kételem a tapasztalataink alapján nem szokott együtt előfordulni. Az irónia igen gyakori eszköze az arcplakátoknak. Budapesten 2000 óta rendezik meg az arc óriás plakát kiállítást és versenyt, amelynek keretében minden évben feltesznek egy éppen aktuális kérdést, például hol a boldogság, amelyre válaszként óriás plakátokat várnak, és a zsűri által legjobbnak ítélt műveket egy köztéri kiállításon bemutatják. Ezeket az alkotásokat a kiállításra látogató közönség nem mozgás közben, hanem a plakát előtt állva, nem véletlenül, hanem tudatosan nézi végig, és e művek a reklámplakátoktól eltérően címmel is rendelkeznek, amely kontextusként funkcionál. A cím sokszor felülírja a plakát által sugalt első jelentést, vagy az értelmezés pontosításában segít. Gyakran csak a cím jelzi, hogy ironikusan kell értelmezni az alkotást. Az arcplakátok tehát kulturális eszközök, amelyek véleményt mondanak és szórakoztatnak, és az általuk közvetített értékelő attitűd nagyon gyakran irónia formájában érhető tetten. Az arcplakátok az aktuális társadalmi mondanivalókon túl gyakran kifigurázzák a reklámozó óriás plakátokat, átveszik azok képi világát, nyelvezetét és manipulációs eszközeit is. Erre láthatunk egy zseniális példát a képernyőn. A kis csillag címet viselő plakáton a reklámüzeneteknél megszokott megcsillagozást láthatjuk, vagyis azt, hogy az eredeti üzenet a csillagozásnak köszönhetően az ellentétére változott, és az igen szó valójában a nemet jelenti. A mindenáron való eladást, az akciókat, az apró betűk el olvasását, a manipulatív elem minél nagyobb betűvel írását pedig a kivetített arcplakát szemlélteti. Ingyen, nagyon kevés dolgot adnak, mindig olvasd el az apró betűs részt is, megéri. Itt az iróniát az elsőként szembetűnő ingyen felirat és a plakát valódi mondani valója közti ellentét adja. A koronavírus járvány kapcsán a társadalmi célú hirdetések közt is gyakoriak a vizuális iróniát felhasználó alkotások. Ezeknek a hatásosságát, a megjelenés és a tartalom közti ellentét, és az üzenet újszerű, meghökkentő módon való tálalása adja. Az egyik hirdetésen például egy COVID nevű parfüm látható, és a napokig eltart szlogen arra hívja fel a figyelmet, hogy a vírus a bőrön napokig meg tud maradni. Ugyanennek a kampánynak egy másik alkotása, a 19 lázpiros fantázia nevű rúzsal és a forróvá teszi elmondattal figyelmezteti az embereket arra, hogy a koronavírusnál a magas láz gyakori tünet. A COVID-19 márka viselő sör hirdetésén szereplő megosztható hárommal szlogen, pedig a vírus átlagos terjesztési arányát hivatott újszerű módon, összenemillő képi és nyelvi tartalommal közvetíteni, míg amíg a, a nagymamád is elkaphatja jelmondat és a vírus márkájú labda pedig az idősek veszélyeztetettségére hívja fel a figyelmet. A kampány egy másik kérdetése pedig a covid egy letölthető programként jeleníti meg, így figyelmeztetve arra, hogy az okostelefonok is hordozhatják a vírust, amely a telefonok kijelzőjéről akár egy egyszerű érintéssel is elkapható. E hirdetéseknél tehát a tárgyak és szlogenek új, a szó szerinti jelentéshez nem illő kontextusba kerüléséből fakad az irónia, és az üzenetek az irónia által sokkal hatásosabbakká, emlékezetesebbekké válnak. Az iróniát egy-egy termék vagy márka reklámozásakor humor keltésére, manipulatív célból is előszeretettel használják. Például 2013-ban Halloweenkor a Pepsi egy igen kockázatos és merész kampányjal állt elő, ugyanis a legfőbb vetétás a Coca-Cola áruhájába bújtatta a termékét, és így kívánt a fogyasztóinak ijesztő halloween -t. Erre a reklámra válaszként egy Coca-Cola rajongó szinte azonnal elkészítette a visszavágást. A kép ugyanaz maradt, csak a szlogen lett lecserélve, mindenki hős akar lennire. Vagyis az eredeti irónia, az összenemillő márkák együttes szerepeltetése, végül visszafelésült el. A következő példa nem egy reklám, hanem egy fotó, mégpedig egy dinnyertes fényképész, sarat Haksar Brand Ironia című sorozatának egy képe. A fotó célja nem a Nike népszerűsítése volt, épp ellenkezőleg. Az összenemillő dolgok egymás mellettiségével, azaz a Just Do it, csak csinált szlogen, és az utcán pisélő mezítlábas fiú, aki nem engedheti meg magának a Nike termékeit egyképpen való szerepeltetésével, a fényképész, az iróniát felhasználva épp az agresszív reklámozás visszásságára hívta fel a figyelmet. A kép első ránézésre ugyan megmosolyogtató, Ám a fotó valódi üzenetének megértésekor a befogadókból már sajnálatot és dühöt vált ki a Just Do szlogen. Lassunk még néhány hétköznapi példát az iróniára. Megyes rétes, cseresznyével, olvasható egy termékleírásom. A Twitteren pedig egy cég kuponkódja csalt mosolyt az arcokra. A hirdetés szerint 25% kedvezmény mindenre, majd jött a kiegészítés, nem mindenre érvényes. Ugyanezt az ellentmondást láthatjuk a mindig nyitva feliratú táblán is, ahol az állítástól eltérően a zárva üzenet szerepel. A véletlenszerűen egymás mellé került plakátok közt iróniát pedig a kiárási korlátozás meghosszabbítva és a Jézus Atya Úristen üzenetek összeolvasása és egymásra vonatkoztatása mutatja. Míg szendékos ironizálás érhető tetten a maradjott otthon grafittire válaszként felfújt, oké, maradok üzenet esetén. Lássunk még egy kulturális érdekességet is az iróniára. 1996-ban az MTV legjobb női videóklip kategória fődíját Ellenis szmoricet nyerte el az Ironic, azaz ironikus című dalával. Ironikus módon azonban a dal nem is ironikus. A benne megénekelt esetek, forgalmi dugó, amikor késésben vagy, tilos a dohányzástábla, mikor éppen rágyújtanál, Megismerkedés álmait férfiával, majd a feleségével nem tartoznak az irónia körébe, egyszerűen pehes szituációk. Tehát bármennyire is kiváló és dallamos Morissett dala ne innen akarjuk megtudni, mi is az irónia. Viszont, mivel nem irónikusak a dalbeli történések, mégis irónikus a dal, csak másként, mint ahogy azt a címe alapján várnánk. Azt láthattuk tehát az eddigi példákból, hogy az irónia ott van körülöttünk mindenhol. Ez is egy olyan stíluseszköz, amelyel nap mint nap találkozunk. Az irónia a metaforához hasonlóan szintén az emberi gondolkodásban rejlő képesség, ám a megértéséhez nagyfokú pragmatikai kompetencia szükséges. És ez nem vicc.